Köszönöm, elnök örös úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. 14 milliárdból immár 140 milliárd forintra nőtt a vizes VB-nek a tervezett költsége. Ez tízszerese az eredeti tervezetnek, és szinte nem telik el úgy nap, hogy ne emelkedne néhány százmilliócskával ez a projekt. A költségek brutális elszabadulásán túl a haveri vállalkozók kifizetése is figyelmeztet a korrupció veszélyére beruházással kapcsolatban. Garancsi István, Orbán Viktor kötélbarátja 10 milliárdos megrendelésekhez jutott az uszoda felépítésével. Nem is beszélve az okozott környezeti károkról, dagályfürdő egészséges fáit is kivágták, a Dunapartot is bebetonozták. Az LMP ezért kezdeményezte, hogy vizsgálóbizottság tárja fel a túlköltéseket. Az ellenzéki képviselők csatlakozása után a Fidesz-KDNP múlik, hogy elkezdhetik-e a bizottság a munkáját. Tisztelt miniszter úr, engedik-e ennek a vizsgálóbizottságnak a felállását? Kivizsgálhatjuk-e a vizes VB irreális túlköltéseit? Hogyan szabadulhattak el a költségek a kezdeti 14 milliárdról 140 milliárd forint fölé? Hogy létezik, hogy a beruházás ára néhány év alatt tízszeresére nőtt? Várom válaszát. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, köszönöm szépen a kérdését. Bevallom hősiesen, hogy a LMP széleskörű politikai tevékenységét áttanulmányozva sem jutottam arra a következtetésre, hogy ez lesz a kérdése, és bár nem adott arra a hatházi képviselőtárs elnök úr alkalmat, hogy válaszolhassak föl nem tett kérdésére, de szerettem volna elmondani, hogy megfogadtam a tanácsokat és a kérésüket, és elmentem Kistelekre, megnéztem, hogy a betonút hova vezet, és azt is megnéztem, hogy az ottani cégcsarnokokban mi van és mi nincs. Alkalomattán szívesen beszámolok, mint ahogy ezt levélben le is írom hatházi képviselőtársamnak. Tehát igyekszem minden egyes alkalommal az önök felvetését komolyan venni és a kérdésekre komolyan válaszolni. Én azt hiszem, abban kérdés nem lehet, hogy mindannyiunk érdeke, hogy Magyarország hosszú évtizedek óta először rendezzen egy olyan világversenyt, amely a magyar sport számára is óriási lehetőség, Budapest és az ország számára is egy nagy megmérettetés. Ebben azt remélem, hogy teljes konszenzus van közöttünk, ez jó a magyar sport, a magyar úszás ügyének, és közösen álltunk ki emellett, amikor még belevágtunk a verseny rendezésébe. Nem csökkentette, hanem növelte a költségeket az a tény, hogy nem 2021-ben, hanem 2017-ben kell megrendeznünk ezt a világbajnokságot, amiről a kormány, illetve a sportági szövetség közösen döntött, vállalva ennek minden következményét. Az eddig lezárt beruházások, ilyen a dagályépítése, pontosan annyiba került, mint amennyit a közbeszerzési eljárás kiírásakor a kormánybiztos, illetve a felügyelő minisztérium a közbeszerzési kiírás dokumentációjában meghatározott. Ott nem volt költségátlépés, azt az összeget a lezárt beruházásnál tudtuk tartani. Hogy a verseny megrendezése mennyibe fog kerülni, az csak a verseny megrendezése után tudom önnek tételesen elszámolni, amit a kormány kész megtenni, a parlament, és természetesen az ország nyilvánosság előtt is. Most a legfontosabb kötelességünk és dolgunk, ami nem kis feladat, hogy ezt a világversenyt magyar sikerrel és Budapest eredményességével tudjuk megvalósítani. Köszönöm, miniszter úr. Egy perces viszontválaszra van lehetősége. Ikotics képviselő úrnak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, megijesztett, mert én tízszeres túlköltésről beszéltem, és ön arról beszélt, hogy majd amikor bezárul és befejezésre kerül ez a sportrendezvény, akkor lesz lehetőség a teljes költségekre elszámolni. Azt látjuk, és annak idején ezért nem támogattuk ezt a kezdeményezést, mert roppantul féltük tőle, hogy pontosan az fog megvalósulni, hogy ilyen rettenetes módon elszabadulnak a költségek tízszeresére. Gondoljanak csak bele, hogyha más sportrendezvények itt elmúlt időszakban gyakran fölmerült, más sportrendezvények, amik mondjuk elindultak 7-800 millióról, azok hányszorosára növekedtek volna, hiszen hányszorosára fog növekedni ez, ami már most tízszeresénél van, és akkor beszélhetünk olyanról, hogy 3,5 milliárd forintot szórnak egy 90 perces nyitóünnepségre, beszélhetünk arról, hogy felállítanak egy medencét a Dunába, amit utána egyszerűen elbontanak, vagy arról, hogy egy szponzoroknak szervezett 2 milliárdos rendezvényt hajtanak ennek keretében végre. Államtitkár úr, a vizsgálóbizottság létrehozását támogatják-e, mert most lehet megállítani a költségeket. Köszönöm szépen, miniszter úrat is megilleti a viszontválasz. Nem vonva kétségbe képviselő társamnak azt a kötelező érvényű jogát, ami egy
törvényhozásban munkálkodó képviselőt megillet a végrehajtó hatalom tekintetében, és ez az elszámoltatás kötelessége, joga és lehetősége. Hagy mondjam azt önnek, képviselő úr, hogy egyrésztről tízszeresére nem fognak a költségek növekedni, de korrekt elszámolást a verseny megrendezése után lehet csak biztosítani, amikor rendezvény részenként pontosan megnézhetik, és a nyilvánosság felé is, mint minden egyes adóforinttal a kormánynak kötelessége elszámolnia, pontosan megnézhetik, hogy mi mennyibe került, és értékarányos volt-e. Arra az általános felvetésére, hogy általában drágulnak a sportrendezvények vagy az építési beruházások, általános érvényű állásfoglalásban tudom mondani, hogy Magyarországon az elmúlt 30 esztendőben ritkán fordult az elő, hogy kiviteli terv birtokában írtak ki egy közbeszerzést. Van különbség, ha engedélyes tervre kér valaki ajánlatot, és van különbség a kiviteli tervre. Sajnos a magyar tervezési precizitást még nem tart ebben a stádiumban. Azt megígérem önnek, hogy tételes és részletes elszámolást fognak kapni. A magyar kormánynak és Magyarországnak az az érdeke, hogy egy nagyon sikeres verseny bonyolítsunk le közösen. Kérem a megértésüket és a támogatásukat.